Alors évidemment, il y a le Sacré-Cœur, et puis il y a la vieille église Saint-Pierre, l'église du village, et puis les deux cimetières, le cimetière de Montmartre, et puis celui du bas de Montmartre, là, qui est sous Pau-Colincourt. Le reste, c'est des touristes sans classe, c'est clair. Des peintres qui signent des toiles qui ont été fabriquées en Chine. Et puis après, quand on passe derrière le Sacré-Cœur, ben ça y est, c'est Babel-Oued. Hein, voilà. Tudja meg a világ, mondja mellettem az egyik tüntető, hogy ez nem tüntetés, hanem forradalom. És tudja meg ezt a világ, egy biztos, hogy ez olyan, mint 56. Háború van, háború van. Les images que vous voyez ne sont pas tirées d'un film, ne viennent pas d'un pays lointain, exotique, ou même d'un autre continent. Elles viennent d'un pays de l'Union européenne. Elles ne viennent pas non plus d'une époque si lointaine dont seuls vos parents ou grands-parents pourraient vous parler. Elles ont à peine 10 ans. En 2006, des émeutes sans précédent depuis la chute du rideau de fer ont éclaté en Hongrie contre le gouvernement de coalition socialiste et libérale d'alors. Si ces émeutes n'ont pas atteint leur objectif, à savoir le renversement du gouvernement, voire du régime pour certains, et la tenue d'élections anticipées, elles ont toutefois durablement influencé la société et la vie publique hongroise. Sans connaître les événements de l'automne 2006, il n'est pas possible de comprendre l'effondrement de la gauche libérale en Hongrie et la prédominance des forces conservatrices et nationalistes dans ce pays. Une décennie après, les principaux acteurs et témoins de cette période agitée ont accepté de revenir sur ces événements, mais aussi de les analyser avec recul. Au printemps 2006, la coalition socialiste libérale est reconduite au pouvoir. C'est la première fois en Hongrie depuis 1990 que les sortants sont réélus. C'est alors une défaite cuisante pour l'opposant conservateur Viktor Orbán, qui fut entre 1998 et 2002 le plus jeune Premier ministre d'Europe. Un avenir durable semble promis à son concurrent, le socialiste Ferenc Gyurcsány, Premier ministre depuis 2004. Tout bascule subitement dans la journée du dimanche 17 septembre 2006, lorsqu'un enregistrement d'une réunion à huis clos du Parti socialiste est diffusé, dans lequel on entend le Premier ministre Gyurcsány tenir les propos suivants. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Cet enregistrement date de mai 2006, mais il ne sera porté à la connaissance du public que 4 mois plus tard, le 17 septembre 2006. Immédiatement et de façon spontanée, ces révélations vont amener une foule nombreuse devant le Parlement pour exiger la démission du gouvernement. C'est durant les 2 premiers jours que va se dérouler le premier acte de l'automne 2006. L'assaut du bâtiment de la télévision publique, accompagné de la mise à sac du monument de la libération de la Hongrie par l'armée rouge en 1945. Ces 2 événements ressemblent de très près à ceux de 1956, lorsque la foule insurgée prit d'assaut le bâtiment de la radio et s'attaqua à ce même monument de la libération. Nem 2006-ban kezdődtek itt a nemzeti ellenállással kapcsolatos események Magyarországon, a nemzeti ellenállás úgymond 2002-től már, ahogy ez a balliberális hatalomra került, ezek a balliberálisok már elindult. Tehát mi 2006. szeptemberében, mikor a Gyurcsány beszéd úgymond kiszivárgott, akkor hát úgy rutinból kimentünk már a Kossuth térre, és ott az a szokásos pár száz ember már délután ott volt. És csak hát ugye most megjelent egy csomó egyéb ember is, aki addig nem, és hihetetlen, hogy mennyi fiatal, olyanok, akiket sose láttunk az a 2002 és 6 közötti tüntetéseken, és kialakult egy teljesen új ilyen, úgymond egy felkelés robbant ki, mert én azt mondom, hogy ez egy felkelés volt, amiből lehetett volna egy forradalom is, ami akár egy rendszerváltásig is eljuthatott volna, de odáig nem jutott el, de egy felkelés viszont történt. Nagyon-nagyon jó volt akkor azt látni, hogy különböző stílusú, különböző világnézetű, különböző életkorú emberek, nemű emberek mentek ki az utcára, tehát egészen a gyerekektől egészen az idősekig mindenki kint volt, és tényleg tízezreket mozgatott meg. Az a fajta forradalmi hangulat, ami a 2006-os időszakot jellemezte. Azon a napon 2006. szeptember 18-án minden a Gyurcsány beszédétől volt hangos. Emlékszem, hogy az egyik hírportálon, egy balliberális hírportálon láttam először a hírt, hogy Gyurcsány mit mondott, és ugye le volt írva, hogy szó szerint mit mondott, hát most nem is ismételnék. És mondom, hogy már ideig süllyedt az újságírás, hogy trágás szavakat adnak a miniszterelnök szájába, hát nem ők adták, valóban ezt mondta. És hát azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy talán Magyarországot leszámítva a földkerekség minden országán egy ilyen, vagy országában egy ilyen miniszterelnök az szinte azonnal lemondásra kényszerülne, és az egész kormány megbukna, és új választásokat kellene kiírni, ez talán még egy banánköztársaságban is így történt volna. Szeptember 18-án én gyakorlatilag Pozsonyból jöttem, Szlovákiából, ahol egy tüntetést szerveztem egy magyar lány érdekében, akit magyarsága miatt bántalmaztak. Aztán ott a szlovák rendőrség őrizetbe vett, és gyakorlatilag a rendőrségi fogdából kiszabadulva mentem Budapestre, ahol belekeveredtem már egy nagy tömegbe a parlament előtt, akik azért gyülekeztek, mert nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc összödi beszéde, és mivel a szlovákiai események, a pozsonyi események miatt éppen az elmúlt napokban sokat szerepeltem a tévéhíradásokban, az emberek nyilván fölismertek, nagy örömmel fogadtak, és kérték, hogy menjek föl a színpadra, mondjak beszédet, és hát láttam azt, hogy a tömeget a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom tagjai szervezik, ők intézték a hangosítást, a színpad körül ők voltak, tehát gyakorlatilag ők tették szervezetté ott az eseményeket. És emlékszem, hogy még én voltam az első, aki ott ki kell próbálni ott élesben a hangosítást, és akkor először ott elmondtam, hogy Gyurcsány takarodj. Fölmentem a színpadra, és hát spontán módon alakultak az események, mert a tömeg azt követelte, hogy a magyar televízióhoz, az állami televízióhoz vonuljunk, hiszen az állami televízió hazudott a tömegről, azt mondta, hogy 500-an vagyunk, miközben ekkor már voltunk körülbelül 10 000-en, és hát szerették volna, hogy egy petíció átadására sor kerül, én azonban szerettem volna adni egy esélyt a televízió vezetésének, ezért azt kértem a tömegtől, hogy először hagy vonuljak át én egy kis néhány fős küldöttség élén, és hagy próbáljam meg a petíciót átadni, hiszen biztos voltam benne, hogy ha 10 000-en átvonulunk, akkor abban a forradalmi hevületben bármi megtörténhet, akár a tévészékház elfoglalása is. Átmentem, ugyanakkor a televízió vezetése gőgösen fogadott, a rendőrséget hívták kiránk, a biztonsági őrök utunkat állták, és gyakorlatilag emiatt nem volt más lehetőségem, választási lehetőségem, mint hogy az ígéretemhez híven visszamentem a Kossuth térre, bemondtam a tömegnek azt, hogy a televízió vezetése nem áll szóba velünk, és hogy nyomatékot adjunk a kérésünknek és a petíció átadásnak, arra szólítottam fel a tömeget, hogy kövessen engem. Visszatértünk a televízió székházához, ahol aztán a rendőrség gyakorlatilag fölvonult elénk a bejárathoz, és aztán elég gyorsan elszabadultak az indulatok. A lavina megindult. Nagyon-nagyon hatalmas düh volt az emberekben. Úgy érezték, hogy nem egy demokráciában, hanem egy diktatúrában vannak. Azokban fölébredt ugyanaz a düh, mint ami 1956-ban, és ezt érezni lehetett. Én azt hiszem, hogy csak egy icipici hajszálon múlt, hogy nem gyújtották fel a televíziónak az épületét. És én azt is megértettem volna, mert mit akartak? Csak beolvasni egy pár pontot. Azt sem engedték. Olyan mértékben diktatúra volt, mediális diktatúra, hogy a televízió, és ezt soha nem említi a másik oldal, és sajnos a jobboldali újságírók is elfeledkeznek róla, hogy a közszolgálati televízió nem mutatta, hogy a kapu előtt a téren mi folyik, ami döbbenetes. A hírtelevíziónak kellett ezt bemutatni, azért voltak rá annyira dühösek. A szovjet emlékmű is ostrom alá került, és ott a tévészékház elfoglalásakor, bár én magam bármilyen aktív szereplője nem voltam a tüntetésnek, tehát inkább csak szemlélője és hát passzív résztvevője, de egy darabka ebből az emlékműből a lábamhoz hullott, és azt fölvettem, és mind a mai napig őrzöm. Berántották Schneider Tamást, aki most alelnök társam a Jobbikban, berántották a rendőrök a sorfal mögé, egy magyar zászlót tartott, elkezdték ütni, verni. Ezután vált gyakorlatilag erőszakossá a tömeg is, és összecsapásokra került sor. Én az első pillanattól a legutolsó pillanatig ott voltam, és a végén, amikor már tulajdonképpen elfoglaltuk a televízió épületét, akkor oda mentem a rendőri erők vezetőjéhez, aki a védelmet irányította, effektíve, tehát aki ténylegesen ott is volt, nem telefonon irányította, mint a többi vezető. Majoros ezredes, hogyha jól emlékszem a nevére, oda mentem hozzá, és elmondtam neki, hogy gyakorlatilag ez a dolog ez eldőlt, és mondjuk be a tömegnek, hogy a televíziószékházat elfoglaltuk, és a petíciót valaki átveszi. Ennek a petíció átadására, átvételére sor is került. Az egyik rendőrautóból, annak a hangos bemondójából közöltem a tömeggel, hogy a petíciót végül sikerült átadni. Igaz, hogy ehhez el kellett foglalnunk a televíziószékházát, de végül is ez megtörtént. És én megmondom őszintén, hogy én arra készültem másnap reggel, ott a Kossuth téren és a televízió székháza előtt üldögélve, hogy megindul a magyar nép, és nem tízezren leszünk, hanem több százezren, és megdöntjük a kormányt. Ehhez képest gyakorlatilag ugyanannyian maradtunk a következő napokon is, viszont a kormány részéről elindult egy terror akció, egy leszámolás, amikor ártatlan járókelőket, turistákat is össze-vissza vertek. Tévóstrom másnapján újra kimentünk a térre, és akkor engem már hívott a feleségem, hogy itt vannak a Nemzetbiztonsági Hivataltól a házunknál, és engem keresnek. Majd rá 10 percre megint hívott, hogy most meg már itt van 9 rendőr, és most már inkább ne is gyere haza, mert úgy látszik, hogy el akarnak vinni. És hát ugye meg is tudtuk azt, hogy számos embert, akit akkor már az elmúlt évek alapján úgymond ilyen nemzeti ellenállóként tartottak nyilván, elkezdtek begyűjteni és különböző járásokat indítani. Én meg elkezdtem bujkálni, és onnantól elindult az a kálváriám, ami lényegében a mai napig tart. Nagyon sokan próbálták rám húzni, hogy nekem valami vezető szerepem volt ebben az egészben. Nem, nekem semmi közöm nem volt hozzá. Egyszerűen csak sokan ismertek, hát ugye a blogom már akkor is népszerű volt, és hát gyakorlatilag elterjedt egy ilyen tévhit, sajnos a rendőrség körébe is, hogy én valamiféle vezetője vagyok ezeknek a zavargásoknak, le is tartóztattak, és én pedig nem szeretem, ha letartóztatnak, és innentől kezdve még kevésbé szerettem az akkori kormányt. A vizsgálatok óta azért kiderült az is, hogy nagyon-nagyon súlyos szakmai hibákat vétett a rendőrség. Egy meghallgatáson Gergényi Péter elismerte, hogy ők nem tudták, hogy nincsen bekerítve a tévészékház. Ezért történt az, hogy 20-30 fős csoportokat küldtek be, köztük fiatal lányokat, asszonyokat, védőfelszerelés nélkül a feldühödött tömegbe, miközben meg lehetett volna azt tenni, hogy hátulról, a Nádor utca felől a tévészékházba beküldik a megfelelő mennyiségű rendőrt, akik a falakon belül könnyedén és sérülésmentesen meg tudták volna védeni a tévészékházat, tehát ez viszonylag egyszerű módja lett volna a dolognak. Ez kérdés, hogy a hatalomnak az volt az érdeke, hogy a tévészékházat megvédje, vagy pedig az, hogy sok rendőri sérült legyen. Ennyire dilettánsak voltak, vagy ez egy szándékos döntés volt. Le pouvoir a-t-il laissé de façon intentionnelle la foule attaquer le bâtiment de la télévision publique? La réponse à cette question reste incertaine. Ce qui est en revanche certain, c'est qu'après cette nuit-là, le gouvernement aux abois va s'efforcer d'associer l'opposition parlementaire représentée par le Fidesz aux violences de rue, avec pour objectif de discréditer l'opposition. Cette stratégie ne sera toutefois pas efficace. 10 évvel ezelőtt a nyugati sajtó még durvábban lenézte Magyarországot, mint most. Amikor Gyurcsánynak az őszödi beszéde nyilvános lett, hallgatott a francia média, illetve volt, aki baklövésről beszélt. Nos, és ezek után, amikor néhány napig Budapesten lázadásra került sor, akkor, mint ahogy most is csinálja a fősorású média, lefordította, amit a liberális, illetve akkori kormánypárti magyar média továbbadott. Ezért röviden csak arról volt szó, hogy 2000 hurigán antidemokratikus ember tört, zúzott Pesten, meg hogy ezek szélsőséges emberek. A követelésüket nem nagyon említették. Az is érdekes felemelni, hogy 2006-ban már nem volt többé elég liberális Orbán a nyugatiak szemében, és már kezdték kritizálni a francia sajtóban, mert hogy már túl konzervatívnak tartották. A nemzetközi sajtó meg szintén követte a magyar szocialista liberális kormánynak a propagandáját, vagyis hogy próbálták Orbánra vetni az utcai zavargásokért a felelősséget. C'est alors que progressivement naît le désaccord entre les nationalistes radicaux, qui veulent maintenir la pression et faire tomber le gouvernement socialiste sans délai, et l'opposition parlementaire du Fidesz, qui refuse l'utilisation de la violence et ne voit pas d'issue dans cette voie. A Fidesz is kihátrált a tévészékház ostromlói, illetve a Kossuth téri tömeg mögül, és minket kezdett el támadni, provokátoroknak és az MSZP fizetett ügynökeinek nevezve, holott ez egy spontán, népi, felkelésszerű kezdeményezés volt, ami ott a tévészékháznál történt. Sem puccsok, sem háttérben kötött alkuk nem lehetnek megoldások, és ilyen vágy nincsen bennünk. Azt javasoljunk, hogy erre a helyzetre találjunk egy demokratikus megoldást. Majd megegyezünk október 1-je után a szocialistákkal arról, hogy a korlátozott mandátumú kormány meddig legyen hivatalba, és mikor legyenek újabb választások. Ezt majd el fogjuk dönteni. És majd annak eredményét ismerve lehet beszélni bármifajta Fidesz kormányról. Addig nem. Dans l'immédiat, l'objectif du Fidesz est de se concentrer sur les élections locales du 1er octobre 2006. Celles-ci verront une victoire écrasante de l'opposition qui remporte l'ensemble des régions du pays et la plupart des grandes villes. Seule Budapest, la capitale, échappe au Fidesz d'un cheveu et reste aux mains des libéraux, qui sont les alliés des socialistes. Après les élections locales, le pouvoir socialiste n'entend pas démissionner ou convoquer de nouvelles élections. Les manifestations se poursuivront avec une occupation permanente de la place Kossuth, située devant le Parlement de Budapest. Le Parti socialiste hongrois reconduit sa confiance à Ferenc Gyurcsány le 3 octobre 2006, et la majorité des députés, avec le vote des socialistes et des libéraux, en fait de même le 6 octobre, lors d'une séance plénière du Parlement hongrois. On se rapproche alors du 50e anniversaire d'un événement historique majeur de l'histoire contemporaine de la Hongrie, le soulèvement de 1956 contre le régime communiste et l'occupation soviétique, qui s'est déclenché le 23 octobre 1956. Le 23 octobre 2006, lors d'une journée ayant connu une température particulièrement clémente pour cette période de l'année, des centaines de milliers de Hongrois descendent dans la rue pour commémorer 1956 et pour manifester contre le gouvernement. Cette fois-ci, le gouvernement et le chef de la police de Budapest, Péter Gergényi, sont prêts à contenir la colère populaire coûte que coûte. Toute la journée du lundi 23 octobre 2006 sera marquée par des affrontements extrêmement violents entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ces violences s'étaleront sur plus de 24 heures, de la nuit du 22 au 23 octobre jusqu'à la nuit du 23 au 24. Les violences policières seront nombreuses. On comptera plusieurs centaines de blessés, y compris des blessures extrêmement sévères, parmi lesquelles des yeux crevés. 2006. október 23-án jött a totális véres leszámolás. A tiltakozókat a Kossuth térről és már a Nádor utcában délőtt elkezdődött a rendőri erőszak, rátámadtak a tüntetőkre, majd pedig ez olyan méreteket öltött 3 órakor az Alkotmány utcánál, hogy utcai harcok kezdődtek. Majd ezek az utcai harcok átterjedtek, elérték az Asztóriánál levő 10 000-es megemlékező tömeget, amelyben szintén gumelövedék sorozatot, könyvgáz gránát sorozatot és lovasrohamot vezényeltek. Borzasztó dolgok történtek, viperával vertek embereket, kínoztak, éttermekbe rontottak be és válogatás nélkül megvertek mindenkit. La violence aveugle des forces de l'ordre fera de nombreux blessés innocents, parmi lesquels on compte même le parlementaire Marius Révész. Be tudok róla számolni, de nem azért, mert emlékszem rá. Ugyanis semmilyen emlékem nincs arról a napról. Ez bizonyos szempontból jó, de a bírósági tárgyaláson ez egy kicsit nehezítette a dolgot, hogy arról a napról nem emlékszem semmire, amnéziás vagyok. Viszont itt a családtagjaim beszámolójából el tudom mondani, hogy október 23-án 2006-ban elmentünk a központi megemlékezésre, amit a Fidesz szervezett, és itt vittem a feleségemet, illetve a 7 hónapos fiamat, és a 2 éves fiamat, tehát összesen 4-en voltunk. Véget ért az ünnepség, és mentünk hazafelé. Már érkeztek hírek, hogy mindenféle dolog történt, de én viszonylag békésen elhagytam a területet, amikor a szüleim telefonáltak, hogy gimnáziumi osztálytársaikkal beszélgettek, és elkezdték rájuk lőni a könyvgázgránátokat. Ezután a feleségemet a 2 pici gyerekkel, még egyszer mondom, 2 éves és 7 hónapos, féléves gyerekekkel voltam kint, akkorák voltak akkoriban. Őket hazaküldtem, és én visszamentem a szüleimhez. Elmondások szerint fejembe vettem, hogy beszélek a rendőrökkel, hogy mégis ez egy hivatalosan bejelentett rendezvény, mi történik itt. A tömegnek nem volt ideje még szétoszlani. Én próbáltam velük beszélni. Mutattam a képviselőkártyámat, több rendőr ezt megerősítette a vallomásába, aztán berántottak a rendőrsorfalba, ott vertek meg. Eltört a lapockám, és 2 helyen fejsérüléseket elszenvedtem. Körülbelül egy hétig voltam a kórházban, de második vagy harmadik napon saját felelősségemre, az összes orvos tiltakozás ellenére egy bekötött fejjel és felkötött karral bementem a Magyarország Gyűlés épületébe, egy kicsit ilyen demonstratív jelleggel, hogy látszódjon, hogy velem, mint képviselővel mi történt. Indítottam, tehát feljelentést tettem. Na most, hogy kik voltak a tettesek, az azóta sem derült ki. Összességében egyébként azt gondolom, hogy nem az egyszerű rendőrök a hibásak, hiszen nagyon sok súlyos mulasztás és rendőri hiba, vezetői hiba történt a napokban. Tehát ott kezdődött, hogy már az október 23-i rendezvényekre a rendőrök a rendőrségi törvénnyel ellentétesen azonosító szám nélkül mehettek ki. Most nyilvánvalóan ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen erősítés volt arra, hogy bármit tehetnek, hiszen úgysem lehet azonosítani őket. Én máig is gondolkodom rajta, hogy ez vajon direkt történt, vagy ennyire dilettáns volt a rendőrségi vezetés. A második, hogy ennyire dilettáns volt, ennek az értelmezésnek az elfogadását nehezíti, hogy utána ezeket a rendőri vezetőket, ezeket kitüntették. En réaction aux violences policières aveugles, la foule devient de plus en plus violente au fur et à mesure de la journée. Le point culminant de cette journée folle sera l'utilisation d'un char d'assaut soviétique T-34 mis en exposition pour les commémorations de 1956. György Horváth, un retraité qui a connu les combats de 1956, parvient à le faire démarrer et traverse la place Deák Ferenc avec celui-ci. Plusieurs années après ces événements, György Horváth déclarera avoir arrêté lui-même le tank et ne pas avoir voulu le laisser à d'autres, car là aurait eu lieu la véritable tragédie. Si ces jeunes manifestants l'avaient pris, il est certain qu'ils ne se seraient pas arrêtés devant les cordons de policiers, déclarera-t-il. Számomra egyébként az október 23-ai történet az viszonylag hamar véget ért. Már nem is emlékszem pontosan hány óra körül, de nagyjából abban az időszakban, amikor a tank is elindult, akkor lőttek le engem. Az Erzsébet-tér és a Deák-tér sarkán ott van egy evangélikus templom, ott szintén egy ilyen kis barikádszerűség építésén fáradoztunk néhány barátommal, illetve hát nagyon sok ismeretlennel, de nem volt akkor rajtunk maszk, semmi ilyesmi, tehát nem éreztük azt, hogy bármiféle olyan kifejezetten törvénytelenséget követnénk el, meg hát ott abban a helyzetben azt láttuk, hogy rohannak felénk rendőrök, lőnek ránk rendőrök, fejmagasságban lövik a könygázgránátokat, mi pedig próbáltunk nem elfutni, nem gyáva módon elfutni, hanem 18-20 éves fiatalokként, férfikként megpróbáltunk valamit tenni. Egyik pillanatban csak azt éreztem, hogy egy hatalmas ütést kaptam, és ott elterültem, a kezemet oda tettem a fejemre, és ömlött belőle a vér, tehát hihetetlen vérmennyiség jött ki ebből a nyílt sebből, és megragadta két oldalról, hogy kivigyenek. Értelemszerűen hova fordul ilyenkor az ember, a rendőrsorfal felé indultunk el, a rendőrök felé, hogy hát ott tudnak valamiféle segítséget nyújtani, hiszen látták, hogy tiszta vér voltam, tehát hogy értem nem is tudtuk, hogy mennyire súlyos. Nekem ott, megmondom őszintén, abban a pillanatban nagyon sok minden átfutott a fejemben, mert csak azt láttam, vagy azt éreztem, hogy ömlik a vér, és nagyon fáj a fejem. Nem tudtam, hogy ez most betört a fejem, mindenre gondoltam, amit amit ilyenkor gondolhat, de azt tudtam, hogy megélem el holnapot. És én arra emlékszem, hogy én fölnézek, és az egyik rendőr féltérdre ereszkedik, és egy könygázgránáttal meglőtte azt, aki engem vitt, az egyik oldalamon lévő srácot. Úgyhogy ez így nagyon megmaradt a fejemben. Les affrontements se prolongeront jusque dans la nuit, lorsque la foule bloque le pont Elisabeth qui relie Buda et Pest. Après la journée du 23 octobre 2006, et ce jusqu'à la fin du mandat des socialistes en 2010, les manifestations contre le gouvernement continueront en diverses occasions, mais seront de moindre intensité. Globalement, la période reste toutefois marquée par une ambiance inconnue jusqu'alors. Magyarországon a magyar politikai kultúrában mind az utcai harcok, mind a terrorcselekmények, és egyáltalán az erőszak, mint politikai eszköz az idegen volt. És egyáltalán nagyon sok minden, ami megtörtént nem csak 2006 őszén, hanem Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt, és a mai napig nem derült rá fény, gondolok itt a rendőrpalotának a belövésére, vagy sorolhatjuk tovább, hogy a volt pártfőtitkár Kádár János koponyájának az elrablására, és más ilyen fantasztikus történetek, amik történtek abban az 5 évben. Mai napig egyrészt nem derült fény, és idegen a magyar politika. En 2009, György Budaházy et d'autres personnes sont arrêtés et placés en détention provisoire sous l'accusation d'activités terroristes visant à renverser l'ordre constitutionnel. Budaházy est remis en liberté en 2011 après plus de 2 années passées en détention provisoire. 10 évvel a 2006-os őszi események után, hogyha nem Gyurcsány Ferenc vagy Gergényi Péter áll a bíróság előtt szorongva azon, hogy most mi lesz az ítélete, hanem én. Tehát ezért ez elég szimbolikus. Én most lényegében azóta egy ilyen üldözötti státuszban élek, ilyen egyik napról, vagy egyik hónapról a másikra, mert addig, amíg nem látom, hogy mi lesz a végkifejlet, addig nem tudom, hogy mi lesz az én sorsom sem, de azért bízok benne, hogy talán már nincs szükségük arra, hogy újra börtönbe csukjanak, és szabadon élhetek a saját hazámban. Son procès en première instance a eu lieu en août 2016, soit plus de 7 années après son arrestation. De façon relativement inattendue, il a été condamné à 13 années de prison, tandis qu'au total, 125 années de prison sont distribuées aux différents prévenus. La sévérité de cette condamnation a surpris et provoqué diverses réactions, parmi lesquelles celle de András Schiffer, qui fut député du parti écologiste LMP. Il écrira à ce sujet un commentaire qui fera beaucoup parler en Hongrie. 13 ans pour Budaházy. Combien pour ceux qui ont crevé des yeux? Én az a politikus voltam, aki 6 éven keresztül távol tartottam magamat következetesen attól, hogy bírói ítéleteket minősítsek. Ügyvédként pedig szintén nem teszem ezt meg olyan ügyekben, amikben az iratanyagot nem ismerem. Lehet, hogy ez az ítélet megalapozott. A kérdés viszont az, hogy ami eszkalálta viszont a politikai feszültséget, tehát az államhatalomnak a terrorisztikus módszerei, a rendőrterror 2006 őszén, azért viszont hol késlekedik az elszámoltatás. És eltelt 10 év, ennek a nagy részében egyébként már a Fidesz kormányzott, Orbán Viktor a miniszterelnök, és 10 év alatt a 2006-os eseményeknek rengeteg kérdése továbbra is homályban van, a rendőröknek a parancsnokai nem lettek elszámoltatva. En tout état de cause, les événements de l'automne 2006 ont eu pour conséquence l'effondrement et l'explosion de la gauche hongroise, situation qui perdure jusqu'à nos jours. La démission de Ferenc Gyurcsány en 2009 et son remplacement par Gordon Boinai n'empêchera pas la déroute électorale de la gauche en 2010 et la victoire du Fidesz de Viktor Orbán qui, fait inédit en Hongrie, remporte à lui seul plus des 2/3 des sièges au Parlement. 2006-os események után nagy zuhanásba kezdett a Magyar Szocialista Párt népszerűsége és ezzel együtt a liberálisok népszerűsége is. Mondhatjuk, hogy az elmúlt 26 évben ez volt a legjelentősebb népszerűség esés, és a baloldalnak a meggyengülése vezetett részben ahhoz is, hogy a másik oldalon viszont megerősödött a Fidesz. Amihez viszont ez önmagában nem lett volna természetesen elég, hiszen amíg a Fidesz ellenzékben volt, addig egy nagyon komoly építkezésbe kezdtek, felépítettek egy olyan intellektuális hátteret maguknak polgári körökkel, amivel sikeresen tudták ellensúlyozni a gyengülő baloldal befolyását az értelmiségben. Cette majorité permettra au Fidesz de promulguer une nouvelle constitution en 2011 et d'effectuer de nombreuses réformes qui jusqu'alors nécessitaient le consensus large des différents partis représentés au Parlement hongrois. Outre la victoire écrasante du Fidesz et l'effondrement de la gauche, ces événements ont favorisé l'émergence du nationalisme radical, incarné par le parti Jobbik, qui jusqu'alors n'avait pas connu le succès électoral depuis sa création en 2003. Nem véletlen, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom, amelynek én országgyűlési képviselője vagyok, az 2006. október 23-ától datálja az eszmei elindulását és a felemelkedését. Sokan azt gondolják, hogy 10 évvel később nekem szégyellnem kellene a Magyar Állami Televízió székházának elfoglalásában betöltött szerepemet, ugyanakkor én büszke vagyok erre, és azt gondolom, hogy egy történelmi tettet hajtottunk végre, nem csak azért, mert 2010-ben aztán ennek köszönhetően a liberális oldal megsemmisült és kiesett a parlamentből, a nemzeti oldal pedig soha nem volt ennyire erős, hanem egyszerűen azért is, mert hogyha mi akkor nem megyünk ki az utcára, és nem megyünk ki a barikádok tetejére, akkor lehet, hogy most még Gyurcsány Ferenc kormányozna, és Gyurcsány Ferenc kormánya idején érte volna el Magyarország határait ez az illegális migráció, ez az újkori népvándorlás, és akkor azt gondolom, hogy Magyarországnak már vége lenne. A magyar nemzet néhány éve alatt eltűnne, megsemmisülne, sőt, tovább megyek, nem csak Magyarország, hanem Nyugat-Európa számára is végzetes következményekkel járna, hogyha most Gyurcsány Ferenc, a gyakorlatilag őrült, nemzetellenes Gyurcsány Ferenc lenne most kormányon. A sérülést is a mai napig ezt itt őrzöm. Szokták kérdezni, hogy megbántam-e, mondtam, mindig azt szoktam mondani, hogy nem, mert én úgy gondolom, hogy minden egyes generációnak megvan a maga szabadságharca, és a mi generációnak, én akkor 18 éves voltam, most 28 éves vagyok, én úgy gondolom, hogy a mi generációnak ez volt az a szabadságharca, amire büszkék lehetünk.